Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Jogerős ítélet, 6 év fegyházbüntetést kapott a Bátaszéknél elfogott embercsempész. Fejlesztés, utcák és utak újulnak meg Pakson. Árokrendezés top forrásból, évtizedes probléma oldódott meg Kakasdon. Újabb elismerés Szekszárdnak, családbarát önkormányzat díjat vehetett át a város. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 6 év fegyházbüntetést kapott jogerősen az a szerb férfi, aki tavaly októberben próbált meg migránsokat illegálisan Ausztriába szállítani Tolna megyén keresztül. 37-en utaztak az átalakított furgonban, köztük gyerekek és nők is, akik közül többen rosszul lettek. Akár meg is fulladhattak volna a szakértő szerint. Az ítélet csak most másodfokon lett jogerős, mert az embercsempész korábban felmentésért fellebbezett. Fehér kezes lábasban helyszínelő rendőrök egy húszszállító autó körül. A felvételeket egy autós vette fel 2015. augusztusában az ausztriai Pándorfban. A Magyarországról indult teherautóban 71 migráns, köztük sok gyerekholttestét találták meg a rendőrök. Az ügy a teljes világsajtót körbejárta. Ezeket a felvételeket már Tolna megyei rendőrök készítették tavaly októberben az M6-os autópályán Bátaszéknél. Egy szerb férfira és a furgonjában elbújt 37 migránsra bukkantak a rendőrök a kocsi igazoltatásakor. A jármű alkalmatlan volt emberek szállítására, ha nem állítják meg, könnyen előfordulhatott volna ugyanolyan tragédia, mint a Pándorfi halálkamion esetében. A gépjárműnek a csomagtere nem volt szellőztethető, nem volt rajta semmilyen ablak, sőt a vádlott kívülről be is zárta egyébként az ajtót. Így annyira összezsúfolva helyezkedtek el benne a migránsok, hogy egy személyre körülbelül 0,2 négyzetméternyi hely jutott. A szerb embercsempész ellen a bíró tavaly novemberben a lehető legsúlyosabb ítéletet szabta ki. Bűnös, kriviszter, bűnszervezetben, organizáció, kriviszter organizáció, csempészet személy sajnálgatásával elkövetett embercsempészés büntették. A bírói döntés akkor nem lett jogerős, mert az ügyész súlyosbításért, az embercsempész pedig a vád elejtéséért fellebbezett. Az ügynek végül most került pont a végére. Helybe hagyta a szexádi törvényszék a szexádi járásbíróság embercsempészet ügyében hozott ítéletét, melyel a vádlottat 6 év fegyházra ítélte és 8 évre kitiltotta Magyarország területéről. Az ítélet meghozatalakor súlyosbító körülmény volt, hogy az embertelen körülmények miatt a migránsok közül többen rosszul lettek az alig 40 percig tartó út alatt. Jelentősen drágulhatnak jövőre az autós felelősségbiztosítások. A november elején kezdődő évvégi kampány 10-15%-os díjemelkedést hozhat szakértők szerint, és emellett arra lehet számítani, hogy 140-150 ezeren váltanak majd biztosítót. Újdonság lesz, hogy jövőre már nem kell külön figyelni a 30%-os baleseti adóra, ezt biztosítási adóként beépítik az éves díjba. A biztosítók azt mondják, a károk növekvő száma, valamint a helyreállítási költségek gyors emelkedése miatt várható a 10-15%-os díj növekedés. Önkormányzati forrásból megújulnak Paks közterületei, a napokban sor került 4 munkaterület átadására, így közel 100 millió forintból új aszfaltot kap a Táncsics köz, a Nyárfa, a Bocskai és az Alkotmány utca egy-egy szakasza. Jövő nyárig ezeken kívül több nagy forgalmú út kap új burkolatot Pakson. Akkor majd azt ad tovább Attila is, A paksi polgármesteri hivatalban épp egyeztetnek a szakemberek. A közműszolgáltatók, a kivitelező, az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr és a hivatal érintett szakemberei tartottak tanácskozást a munkaterület átadása előtt. Pakson 4 utcában kezdik meg a közterület felújítását. A Táncsics köz, a Nyárfa utca 6-os út felüli vége, a Bocskai utcának és az Alkotmány utcának egy-egy szakasza kap új burkolatot. A munkák műszaki tartalma tulajdonképpen a burkolat, az aszfaltburkolat, illetve betonburkolat felújítása aszfaltburkolata, és a hozzá kapcsolódó járulékos munkák, aknafedlapok cseréje, szintbeemelése,
tehát szegélycserék, tehát ilyen útépítési munkákat tartalmaz ez a beruházás. A napokban meg is kezdődtek a kivitelezési munkák, melyek november 30-áig be is fejeződnek, és melyet az önkormányzat saját költségvetéséből valósít meg, mintegy 96 millió forintból. A közeljövőben több nagyforgalmi út kap még új burkolatot Pakson. Egyénileg kérhetik az önkormányzatok a belügyminisztériumtól, hogy több fát kapjanak a téli rezsicsökkentés keretében, mint amennyit eredetileg megítéltek nekik. A jelenség országos probléma, Faddon néhány hete például a helyi polgármester azt mondta, nagyjából az igénylők felének nem tudnak majd adni ingyen tüzelőt. Az összegyűjtött igényekről a kormány dönt. A kormányzati tájékoztatás alapján az önkormányzatok gondoskodnak majd a háztartásonként 12 000 forint értékű tüzelőanyagról, amelyet várhatóan a téli fűtési szezonban vehetnek át a jogosultak. Megújult a csapadékvíz elvezetésben kulcsszerepet játszó faluárok Kakasdon. A beruházás mintegy 83 millió forintnyi topforrásból valósult meg. Az árokrendezés sok évtizedes probléma megoldását jelenti a Kakasdon élő emberek számára, így az eső kevesebb kárt okoz majd a településen. Közben a lapáttal bele kell lapátolni. A kakasdi óvodába járó gyerekek csöpögő esőben is lelkesen segítették elültetni a gyümölcsfákat a teljesen megújult árokparton. Az eső eddig komoly gondot jelentett a településen élők számára. Főként azért, mert nagy mennyiségű csapadékvíz zúlott a rendre, az úton leforul a rendre, és az elvezetésével mindig gond volt, mert vagy a medret vitt el, vagy pedig kicsapott és hozta a hordalékot, a partokat kimosta, és hát ezáltal egyrészt gyorsabb lefutású a víz, és kevesebb kárt okoz a lakóterületen belül. A faluárkot évekkel ezelőtt kezdték el helyreállítani. Most a felső 360 méteres szakasza újult meg. Erre 83 millió forintnyi forrást nyertek a településfejlesztési operatív programból. Amikor elkezdődött az első ütemterv 11-ben, akkor már mindenki azt hitte, hogy végig fogunk egyszer élni a falu végéig, tehát a úgynevezett csurgóri részig, de ez sajnos akkor anyagi ok miatt nem valósulhatott meg. Most sem értünk teljesen végig a második ütemtervvel, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz majd még egy harmadik hamarosan, amivel teljesen megoldódhat ez a vízelvezetési probléma Kakasdon. Gábor Ferenc, a pénzeket elosztó megyei önkormányzat főjegyzője szerint jó ütemben haladnak a fejlesztések Kakasdon. Sorra valósulnak meg ugyanis az addig csak papíron létező beruházások, felújítások. Bármerre megyünk a megyében, mindenhol egy-egy fejlesztésbe botlunk, ezeknek nagyon örülünk. 90% fölöttiek a lekötött forrásaink, ezeknek a végrehajtása folyamatosan zajlik, és hát az zajlik, és az átadások is folyamatosak. A Tolna megyei önkormányzat első körben 27 milliárd forint topos forrást osztott ki 100 település között. A Dél-Dunántúli megyei jogú városok közül egyedül Szekszárd érdemelte ki a Nagycsaládosok Országos Szövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös családbarát önkormányzat díját. A díj átvétele kapcsán Ács Rezső polgármester azt mondta, különleges értéke, hogy a családok évében sikerült elnyerni az elismerést. A tavalyi idősbarát önkormányzati díj után sikerült idén a családbarát díjat is megnyerni. A pályázatban figyelembe vették a város rendeletalkotásait, a fejlesztéseket, valamint a városi rendezvényeket. Igyekeztünk bemutatni mindazokat az intézkedéseket, fejlesztési elképzeléseket, amelyeket Szekszárd önkormányzata a családok érdekében szeretne megvalósítani, vagy hozott mondjuk döntéseket, intézkedéseket tett. Egy nagyon szerteágazó értékelési rendszer volt. A rendezvényektől az óvodai fejlesztéseken keresztül, azokban a rendeleteken át, amelyeket mondjuk a családok érdekében hoz az önkormányzat, azok mind vizsgálták, és szerencsére nagyon sokat tettünk ezen a területen, volt mit bemutatni. Ács Rezső kiemelte, egyre több fiatal telepszik le, és folyamatosan nő a születendő gyerekek száma Szekszárdon. A top források felhasználásából 20 új bölcsödei férőhely jön létre. De ide tartozott a kórház gyerekosztályának felújítása, épp úgy, mint a város nagy rendezvényei, melyek programjaiban a családok minden korosztálya megtalálhatja a kedvére valót. A fejlesztések sorában említésre méltó az óvodai sportpálya program, valamint a Modern Városok program gemenci fejlesztési terve is. Hogyha egy objektív, független szervezet mondja azt valamire, hogy ez szerinte jó, akkor az mindenféleképpen egy objektív visszajelzésnek köszönhető, és ez a díj tulajdonképpen egy ilyen objektív visszajelzés. Szekszárd mellett Paks érdemelte ki Tolna megyéből a családbarát önkormányzat elismerő címet.
Virág, koszorú és ajándékkereskedőket, valamint mécses árusokat ellenőriznek a következő napokban a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei Tolna megyében. Minden szentek előtt jelentősen megugrik ezeknek az üzleteknek a forgalma, amivel tisztában van a NAV is. A szabályok betartásában nagy mértékben segít az online pénztárgépek rendszere, a cél a gazdaság fehérítése, írja közleményben az adóhatóság. Tuját, kúszó tuját, törzses rózsákat és levendulát ültettek a Bonyhád Börzsönyért Egyesület tagjai és a helyi lakosok a júniusban átadott felújított bonyhádi harangláb körüli területen. A parkosításhoz a város polgármestere is csatlakozott, aki levendula palántákkal és fűmaggal is hozzájárult a közösségi munkához. Szombaton kora reggeltől zajlott a munka a Bonyhád Börzsönyi harangláb körül. A felújított épületet idén júniusban adták át, most pedig a Bonyhád Börzsönyért Egyesület parkosítási programot szervezett. Amikor megépült a harangláb, akkor meleg nyár volt, és nem tudtunk ilyen csinálni, és úgy határoztunk, hogy ősszel, hogy tavaszra akkor már legyen szép fű, és legyenek fák, bokrok körülötte. 20 darab tuját, 9 kúszó tuját és 10 darab törzses rózsát ültetnek első körben az egybegyűlt önkéntesek. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere levendula palántákkal és a füvesítéshez szükséges fűmaggal járult hozzá munkája mellett a harangláb körüli terület rendbetételéhez. Újra bebizonyosodott, hogy egy jó célért tényleg érdemes összefogni, és van is kivel. Sokszor halljuk azt, hogy az embereket nem érdekli semmi, és magukba fordulva csak a saját problémáikkal foglalkoznak. Én azt vallom, hogy csak meg kell mutatni azt az irányt, amiért tényleg érdemes összefogni, és akkor arra van jó példa, mint ez a mai összefogás is. Szombaton a füvesítés és virágok, dísznövények ültetése késő délutánig tartott. A parkosítás ezzel nem ért véget, a Bonyhád Börzsönyért Egyesület a jövőben is várja az önkéntes segítőket. Kétszer annyi a túlsúlyos magyar gyerek, mint 20 éve derül ki egy kutatásból. Ez már csak azért is gond, mert ha a gyerek kövér, akkor 30%-kal nagyobb eséllyel alakul ki nála magas vérnyomás, kettes típusú cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri megbetegedés, mint azoknál, akik csak felnőtt korban küzdenek plusz kilókkal. Tolna megyében több százan vettek részt a Menőmenza elnevezésű egészséges életmódot népszerűsítő programon. A tanárok azt mondják, hasznosak az ilyen programok, mert a gyerekek sok chipset, üdítőt fogyasztanak, és nem mozognak eleget. Mozgással indul a Baka István általános iskolába járó diákok reggele, időre kellett guggolniuk a hetedikeseknek, nyolcadikosoknak. A Menőmenza program részeként rendezett rögtönzött versenyen Kövesdi Marcell második helyezést ért el. A nyolcadik osztályos fiú heti 4-szer futballedzésen vesz részt, és az egészséges ételek sem ismeretlenek számára. Sokszor van úgy, hogy az ebédnél kétfajta leves van, például egy húsleves, meg egy sütőtőkrémleves mondjuk, vagy fokhagymakrémleves, általában mindig vannak, beleépítjük az étrendünkbe a zöldségeket, a gyümölcsöket. Körözött, gluténmentes kukorica chipszel, csirkesaláta, gyümölcssaláta és mézzel édesített limonádé. Ez volt a menü aznap a programon résztvevő diákoknak, így azok is megtudhatták, hogy egészséges összetevőkből is lehet ízletes ételeket készíteni, akik eddig ilyen ételeket nem kóstoltak még. Van benne húsi, ubi, meg ilyen nagyon finom uborkászósz. Volt már ilyen? Hogy éltettél otthon? Igen, anyukámmal nagyon sokat csinálunk ilyen zöldségesen. A Menőmenza programon dietetikustól tudhatták meg a gyerekek, miért fontos egészséges ételeket enni, például hús mellé párolt zöldséget választani krumplipüré vagy sült krumpli helyett. A szakember elmagyarázta, hogy cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegség, reflux alakulhat ki a szénhidrátdús étrend miatt kialakult túlsúlytól. A Csapó Dániel szakközépiskola diákjai személyes történetükön keresztül mutatták be, hogy sokkal csinosabbakká, magabiztosabbakká, ezáltal sikeresebbé válnak azok a fiatalok, akik odafigyelnek az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra. A szervezők azt mondják, nagy szükség van az ilyen programokra, mert egyre több a túlsúlyos gyermek. Elég sok gyermek küzd túlsúllyal, táplálkozik egészségtelenül, energiaitalokat fogyasztanak, sok chipset, sós ételeket esznek, ugye, amit tudjuk, hogy nem az egészséges táplálkozásnak a részei. Felmérések szerint az európai tizenévesek csaknem harmada túlsúlyos vagy elhízott, 10-ből 6 érintett pedig felnőttként is súlytöblettel küzd. Magyarországon kétszer annyi a kövér gyermek, mint 20 évvel ezelőtt.
Az ősz szezonális ételéből, tökből készíthettek főtt és sült ételeket azok, akik ellátogattak a Tolnai Család és Karrierpont szerda késő délutáni rendezvényére a helyi magházba. A hasznos házi praktikákat bemutató programra egy pályázat részeként került sor. Ennek értelmében a város programok szervezésére nyert el 2 éves időtartamra több mint 200 millió forintot. A házi praktikákat bemutató rendezvénysorozatnak így még több állomása lesz a következő időszakban. Vannak olyan ötleteim is, hogy egy kis papírkára majd szét fogom osztani, hogy ki mire lenne kíváncsi. Tehát az elkövetkezendő időben ki mit szeretne hallani, milyen előadókat, illetve milyen ételeket szeretne meg ismerni, hiszen nagyon széles a repertoár, és ma úgy örülök neki, hogy a fiatal hölgyeknél és családoknál is újra elkezdett divatba jönni a főzés és a gasztronómia. És én úgy gondolom, hogy egy jó úton haladunk, és nem csak az, hogy rendelünk egy pizzát és ezt megesszük, hanem a fiatal nők is elkezdenek főzni a családnak, meg a gyerekeknek, és visszajön az a régi dolog, hogy a családi tűzhely melegét a nő tartja össze. Ahhoz képest, hogy remek csapat hírében áll a Szekszárd szlovén ellenfele, a Celje játékosainak csak az áldozati bárány szerepe jutott a női Európa Kupa csoportkörének első fordulójában. A szekszárdi fölényt jól érzékelteti, hogy Gyokit Zsejko vezetőedző nyugodtan gondolhatott a szombati rangadóra a bajnoki címvédő Sopron ellen, és pihentethette több fontos légiósát, így is 34 pont lett a végére a különbség. Az előzetes hírek alapján nehéz mérkőzésre számított az Európa Kupa első csoportmeccsén a szlovén Celje ellen a vendéglátó atomerőmű KSC Szekszárd. Győztek a bajnokságukban, nyertek az Adria Ligában, mozgékony kisemberekkel eredményesen támadtak, és annak ellenére, hogy nem igazán magas játékosokból áll a Celje, meglehetősen sok lepattanót, több mint 41 gyűjtöttek be az egyik legutóbbi meccsükön. Nos, Szekszárdon a KSC ellen ebbéli erényeikből szinte semmit sem tudtak felmutatni. Nagyon jó támadó lepattanó csapat, nagyon jó futnak, gyors indítások, ezeket a dolgok ma elvittünk tőlünk. Az idén a legjobb 3 pontos dobó teljesítményt produkálta ezen a meccsen a csapat. A legjobb teljesítményt nyújtó Elder Brink 27 pontot elérve 6 triplát süllyesztett el az ellenfél gyűrűjében, Studer Ágnes is 3 triplával, Bálint Réka 2-vel, Teodorán Alexandra pedig 1-3 pontossal járult hozzá a sikerhez. McCall, az amerikai, takarékosan kosarazva is 11 pontig jutott, míg a szlovéneknél csak a 2 amerikai, Bessard és White volt veszélyes a gyűrűre. A 90-56, vagyis a 34 pontos vereségét elsősorban saját magát tette felelőssé a mérkőzés után nyilatkozatában a Celje edzője, Davor Grigic. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább. Fontos partnerei a magyaroknak a horvátok, házelnökök találkoztak Pécsett. 1,8 milliárdos beruházás, teljesen felújítják az egészségtudományi kar pécsi épületét. Gyermekelsősegély, elméleti és gyakorlati oktatás szülőknek. Lehetséges erős nemzeti önazonosság alapján korrekt együttműködést kialakítani más országokkal, ezt mondta Pécsett Kövér László a horvát kollégájával tartott sajtótájékoztatón. A két házelnök szerdán meglátogatta a Baranyai megyeszékhely több horvát intézményét. Madara Zoltán a Baranya megyei közgyűlés elnöke és Páva Zsolt Pécs polgármestere fogadta szerda délelőtt először a magyar, majd a horvát házelnököt. A Baranya megyei közgyűlés dísztermében tartott rövid egyeztetés után a résztvevők átvonultak a pécsi Miroslav Kreza horvát iskola épületébe, ahol megtekintették az ott folyó munkát és egy rövid kulturális műsort is végighallgattak. A pécsi látogatás a horvát színházban zárult, ahol a két fél rögtönzött sajtótájékoztatón számolt be a tapasztalatokról. A határmenti házelnöki találkozó 1 éve indult el Gordani Androkovics beiktatásával. A szerdai találkozó témája a magyarországi horvát és a horvátországi magyar kisebbségek voltak. Elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a horvát kisebbségnek Magyarországon milyen jogai vannak, és azzal is, hogy ezeket hagyják érvényesülni, mind kulturális, mind politikai, mind pedig gazdasági területen.
Ezen kívül biztosítok róla mindenkit, hogy a horvát kormány ugyanígy gondoskodik az ott élő magyar kisebbségről. Kövén László elmondta, a két ország között nagyon jó a kapcsolat. Mindkét ország olyan nemzetiségi és kisebbségi politikát szeretne kialakítani, ami példa lehet a többi tagállam számára. Ez az EU jövője szempontjából is lényeges kérdés. És az bizonyítja, hogy szemben az ellenkező állításokkal lehet erős nemzeti önazonosság alapján is korrekt, méltányos együttműködést kialakítani más, hasonlóan erős alapokra épülő országokkal, nemzetekkel. Pávas Zsolt Pécs polgármestere szerint jelzésértéke van annak, hogy a két házelnök a Baranyai megyeszékhelyen találkozott. Annak a visszaigazolása, hogy a Pécset folyó tényleg példaértékű kulturális helyi közösségekben való együttélés, ezeknek a tárgyi feltételei azok milyen sikeresek, milyen nagyszerűek, és tulajdonképpen örülök annak, hogy a házelnökök ezt személyesen tudták a mai nap Pécset megtapasztalni. A házelnöki találkozó programjai szerda délután a horvátországi Pélmonostoron, majd pedig Eszéken folytatottak. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Modern Városok program keretén belül a Pécsi Tudományegyetem fejlesztése. Az egészségtudományi kar beruházásának közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, a kivitelezői szerződés megkötésével pedig kezdetét veszi az egyetem fejlesztési program. 1,8 milliárd forintból újul meg a kar teljes épület együttese. Egy 1,8 milliárd forintos beruházásról szóló szerződést írtak alá pénteken az egyetem vezetői. A PTE egészségtudományi kar épületei újulhatnak meg ebből az összegből. Mindez a Modern Városok program keretein belül valósulhat meg, melynek célja az intézmény versenyképességének erősítése, a külföldi hallgatói létszám növelése és az ehhez szükséges infrastruktúrális feltételek biztosítása. A volt Csorba Győző könyvtár átépítésére és bővítésére 16 hónap áll a kivitelező rendelkezésére. Egy nagyon fontos célunkat tudjuk elérni, hogy az egymástól nagyon távoli épületeinket koncentrálni tudjuk a belvárosba, és így a hallgatók közlekedése, óralátogatása, az oktatás szervezés is sokkal hatékonyabbá válhat. A munkálatok a szigetelést, a fűtési rendszert és a belső burkolatokat is érintik majd. Emellett a Szepesi Ignác utcai ingatlan is megújul. Ezt a beruházást egy év alatt kell teljesítenie a kivitelező cégnek. A volt egyetemi könyvtár épület, a Szepesi utcai épület, az szerencsés módon az RTK kezelésébe került, és ezen épületben pedig olyan épület felújítási munkálatok zajlanak, amelyek alkalmassá teszik az épületet egy humán páciens szimulációs központ kialakítására egészségtudományi területen. Ehhez a beruházással párhuzamosan több mint 1 milliárd forint értékű fejlesztések társulnak. A tudomány, a kultúra és az egyetemi élet a meglévő vizuális környezetet izgalmasabbá, a belvárosi funkciókat gazdagabbá, a szolgáltatásokat pedig színesebbé teszi, hangzott el az eseményen. Ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamot tartott Siófokon a Magyar Gyermekmentő Alapítvány, melynek szakemberei elméletben és gyakorlatban is tanították a résztvevőket. A szervezet képzésén elhangzott, az esetek 75%-a megelőzhető lenne, ha a szülők, nagyszülők tudnák, hogy mitől óvják a gyermekeket, és mit tegyenek, ha vészhelyzet van. Azt mondtuk tapasztalni, hogy elkezdik fejjel lefelé rázni, vagy itt is a hátát lefelé. Ilyenkor ugyan kimozdulhat az, amit a gyermek félrenyelt, de a nyaki gerincvelő, ahol a fontos idegpályák futnak, sérülhet. Ennek pedig súlyos következményei lehetnek, hangzott el a Siófokon szervezett elsősegélynyújtó képzésen. A szakemberek a helyes eljárást is megmutatták. És a tisztelő puharészével üssünk a lapockák közé ötször. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megtanulhatták a résztvevők, hogy miként kell az életmentést pontosan végrehajtani. A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll, elmondunk minden olyan vészhelyzetet elméletben, ami előfordulhat, hogy ezeket hogyan tudjuk megelőzni, arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és utána gyakorlatban megpróbáljuk azokat a műfogásokat, algoritmusokat elsajátítani, amivel ténylegesen életmentővé tudunk válni. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány országszerte szervez elsősegélynyújtó tanfolyamokat szülőknek, leendő szülőknek, nagyszülőknek, hogy a felnőttek felkészültek legyenek egy esetleges vészhelyzetben. Azt gondolom, hogy leendő szülőként nem csak lehetőségem, hanem felelősségem és kötelességem lenne annyit megtanulnom erről a dologról, hogy egy csecsemővel mi történhet egyáltalán egy gyerekkel, vagy talán bárki mással az utcán, hogy
jó minőségben tudjak rajta segíteni, illetve a saját családomat esetleg meg tudja menteni egy tragédiától. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány 13 év alatt 25 ezer gyermek életét mentette meg, s több mint 24 ezer szülő, nagyszülő oktatását végezte. A cél, hogy minél kevesebb baleset történjen. A balesetek bekövetkeztétől számított első 10-15 perc a legkritikusabb, mondta a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója a képzésen. Legtöbbször balesethez, forrázáshoz, félrenyeléshez, lázgörcsös esethez és magas baleséshez riasztják a gyermekmentőket. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Jogerős ítélet, 6 év fegyházbüntetést kapott a Bátaszéknél elfogott embercsempész. Fejlesztés, utcák és utak újulnak meg Pakson. Árokrendezés top forrásból, évtizedes probléma oldódott meg Kakasdon. Újabb elismerés Szekszárdnak, családbarát önkormányzat díjat vehetett át a város. Pénteken reggel előfordulhatnak kötfoltok, napközben változó, szűrt, helyenként csak derengő napsütéses idő várható, csapadék nem valószínű, enyhébb levegő áramlik a térségbe. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!